Na, köszöntöm Önöket. Én egy kicsit módosítottam a megadott címen, mert hallottam, hogy a más kollégák nem tudtak eljönni, és akkor én vállalkoztam arra, hogy egy picit a jogszabályi környezetről, vagy az ellenőrzés alá vonásnak a mechanizmusáról is beszéljek. Ebben a körben nem akarok nagyon sokat beszélni a drogfókuszpont, más néven nemzeti kábítószer adatgyűjtés kapcsolattartó központ feladatairól, meg az IMCDDS kapcsolódásról, de hát azért egy mondat erejéig emlékezzünk meg arról, hogy létezik egy Európai Uniós drogmonitorozó ügynökség, amely objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat gyűjt a kábítószer problémáról, minden egyes tagállamban hasonlóan standardizált módon próbálja ezt tenni, és az ott gyülemlő feltárt eredményeket, hát a döntéshozók elé tárni, ezt teszi különböző nagyon hasznos kiadványok formájában is, amelyeket majd a végén ajánlani fogok. Minden tagállamban működik egy nemzeti drogfókuszpont, amely más intézményekben keletkező adatokat, információkat gyűjt, és teljesíti a hazai kábítószerügyi adatszolgáltatási kötelezettséget, illetve hát ugye a kutatásokat javasol, a hiányterületeken szervezi, illetve módszertani támogatást nyújt a hazai kábítószerügyi adatgyűjtés fejlesztéséhez is. Mi is megpróbálunk szép színes szagos ábrákat, meg kiadványokat készíteni azért, hogy ne csak a vájfülű szakma, hanem a lakosság, a döntéshozók, a különböző grémiumokhoz, a nekik legmegfelelőbb módon nyelvezettel tudjunk szólni. Amiről ma itt én beszélni fogok, az elsősorban inkább a kínálati oldalt érinti. Beszélek majd az újonnan azonosított szerekről, lefoglalási adatokról. A bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikákat most nem citálom, de illetve még pár szót majd az árakról. Tudom, hogy utánam vegyész szakértők jönnek az NSKK-ból, nem akarom elvenni a kenyerüket. 2009 óta hát uralja ezt a kábítószer problémát a designer drog jelenség. A csúcs az valahol 2014 környékén mutatkozott. Azóta a lefoglalások számában ugye némi csökkenés tapasztalható, illetve hát a klasszikus szerek, elsősorban a kannabisz származékok dominanciája jelent meg. Ez elsősorban a növényi, tehát a marihuána lefoglalások számát jelenti. Kékkel mutatom a bioherbálra vonatkozó lefoglalási adatokat, itt azért láthatunk némi csökkenést. Azt nem mondtam az elején, de hogy a mi egy éves késéssel dolgozunk, a 2020-as adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak, ezt nincs módonban még megjeleníteni, de azért a tendencia az ekkora idősoron is remekül látható. Mégis csak hogy nagyságrendileg érzékeltessük a problémát, itt a növényi anyagok szintetikus kanabinoidokkal sort kell nézni, ez olyan 2019-ben 10 kiló ilyen növényi származék lefoglalását jelentette, por pedig 4 kg került lefoglalásra, ugye ezt oldják és viszik föl, impregnálják erre a növényi hordozóra, vagy újabban talán dohányra is. A lefoglalások száma alapján ugye 2014 volt a csúcs év, akkor jelentősen meghaladta a szintetikus kannabinoidok lefoglalása a marihuánát, aztán olyan 16-tól újra ismét a marihuána vezet.
Árakban én most nem térek ki a klasszikus szerekre, itt a bioherbál ára kapcsán azt látjuk, hogy a grammonkénti ár 1000-1500 forint között mozog, nagy a szórás, nagyobb, mint más szerek esetében nyilván ez összefügghet a hatóanyagtartalommal is. És ami a statisztika, tehát ez a legalacsonyabb áru szer az összes között, ami a statisztikákból nem jelenik meg, pedig nagyon érdekes lenne, az az, hogy mondjuk egy gramm ilyen növényi törmelékből, vagy hordozó anyagból hány, hát biós cigi, én ezt a nevet adtam, lehet a füves cigi mintájára, tehát hogy hány cigit lehet csinálni egy gramm bióból, az hány embernek mennyi ideig elég, vagy hogy mit mondanak a terepen dolgozó szakemberek, hogy azt hogy csinálják, hogy hárman körbeadják és beadhatják, mert annyira erős, vagy kell-e dohánnyal keverni, mi van most a varázsdohánnyal. Ezt remélem a diszkusszióban majd erre ki tudunk térni a kollégákkal. Készítettünk egy idővonalat is. Itt a főbb jogszabályi történések láthatók, illetve a lefoglalások száma meg a domináns szerek. Azt látjuk, hogy a katinonok piacán ez a nagy macskaegér játék, ez letűnni látszik, ott a 16-ban megjelent etilhexedron, vagy a később 19-ben dominánsá vált etilheptedron uralja a piacot. Ezek nyilván ellenőrzött státuszúak. A kannabinoidok piacán volt egy, vagy piacát jobban jellemzi egy ilyen gyakoribb váltás. Ott is azt gondoljuk, hogy évente talán egy-kétszer uralja a piacot. Azt gondoljuk, hogy nincs jelen egy időben olyan túl sok szer. Tehát, hogy van egy-két anyag, ami dominálja a piacot, majd az letűnik, és jön egy másik. Nem az van, hogy egymás mellett az arányosan, vagy azonos piaci részesedéssel 10-15 anyag lenne jelen. Hanem egy dominál, ez indult, vagy hát az ábrán 2015-ben ez az 5 FMDMB Pinaka jelenik meg, aztán az AMB Fubinaka 18 környékétől az 5 FMDMB Pika, aztán volt Bikánk, 4F MDMV Binakánk. Ezek számomra nem vegyészként azért meglehetősen hasonló anyagoknak tűnnek. A korai jelzőrendszer segítségével monitorozzuk az újonnan bejelentett anyagokat. Európában ez 2019-ben megjelent európai jelentés, ők 2 éves lemaradással dolgoznak jellemzően. Akkor 731 újonnan azonosított pszichoaktív anyagról számolt be az Európai Uniós Kábítószeregyi Ügynökség. Ezeknek a legnagyobb része a szintetikus kannabinoidok csoportjába tartozik, akkor 190 ilyen anyagról tudtunk, ennél némileg kevesebb volt a katinonok, új típusú katinonok száma 138-al, fenetilaminok, egyebek. Európa más országaiban megjelentek akkoriban, mondom, 2 évvel ezelőtti időpontra az új típusú fentanilok, és ez okozott nagy riadalmat, illetve haláleseteket, túladagolásokat. Ez Magyarországra nem ért el. Egyet-egyet az évek alatt azonosítanak a vegyész szakértők, de tehát említés szintjén van jelen. A mostanában, ami érdekes, és sokat beszélünk róla, az új típusú benzodiazepineknek a megjelenése. Ezek a designer benzók, ezek azért érdekesek, mert akár olyan szerhasználókat is behozhatnak ebbe a droghasználói körbe, akik nem a klasszikusan nincsenek a látókörünkben, gondolok itt idősebb, tehát tipikus benzodiazepin fogyasztókra, mondjuk 50 fölötti nőkre. Magyarországon
2020-ban a 38 új anyagot azonosítottak vegyész szakértők, tehát mondjuk a heti egyet nem értük el. Ez némi emelkedést jelent, 2018 óta látunk itt némi emelkedést, de még mindig nem tartunk ott, ahol 2012-ben vagy 2014-ben tartottunk, ahol az új anyagok, újonnan bejelentett anyagok száma meghaladta a 40-et. Európában azért monoton csökkenés azonosítható összességében. Milyen új anyagok jelennek meg az országban? 2020-ban nyilván a szintetikus kanabinoidok voltak a dominánsak, 13 ilyen új anyagot azonosítottak. Ahogy említettem, pirosra jelöljük a katinonokat. A katinonok piacán ezt a fajta markáns új anyagfelhozatalt, ezt már nem látjuk. A jogi kereteket, hát főként ez a három jogszabály határozza meg, a gyógyszertörvény, az EMMI rendelet az új pszichoaktívvá minősített anyagokról, illetve ennek az egyes melléklete, amely felsorolja az új pszichoaktív anyagokat. És van még egy fontos, ez inkább nekünk fontos magáról az eljárás rendekről, hogy hogyan történik ezeknek az anyagoknak a listára vétele. Fontos megemlíteni, hogy Magyarországon egy kettős szabályozás van érvényben, létezik egy generikus szabályozás, ez egy törzsképlet alkalmazását jelenti, vagy pontosabban öt ilyen törzsképlet alkalmazását jelenti, ezek automatikusan, csoportosan ellenőrzés alá kerülnek vagy ellenőrzött anyagnak minősülnek a bekerülő anyagok, tehát új pszichoaktív anyagnak minősülnek az országba érkezés pillanatában már. Ilyen, és ide tartozik a 4FMDMB Bika, vagy ahogy a sajtó csak simán Bikának hívta. Vannak ugyanakkor olyan anyagok, amelyek nem férnek bele ebbe az öt csoportba. Ezeket egyedileg részletes kémiai nevük alapján helyezzük az ellenőrzött anyagok köré, tehát az említett EMMI rendelet mellékletébe. A folyamat két lépcsőből áll. Az első lépés az előzetes szakmai értékelés, amikor egy ellenőrizetlen anyagból, tehát amelyeket a generikus szabályozás nem fed le, ezeket az ellenőrizetlen anyagokat egy listára vétel keretében új pszichoaktív anyaggá minősítik. Ezt követheti, amennyiben hát akár népegészségügyi vagy rendészeti szempontok indokolják, akkor ezt egy részletes kockázatértékelés alapján ugye kábítószerré válhatnak. Ide nem említettem, de hogy történhet kábítószer listára helyezés úgy is, hogy mondjuk egy EU-s vagy egy ENSZ jogszabálynak a hazai átültetése történik meg. 2020. július 1-től az EMMI, tehát a Nemzeti Drog Fókuszpont minden hónap elején kötelezően áttekinti az európai koreai jelzőrendszerbe bejelentett anyagokat. Nyilván a hazai anyagokat előbb is, vagy folyamatában, tehát ott nincs egy havi ciklus, de hogy havonta átnézzük az európai új anyagokat is, megnézzük, hogy azokat lefedi-e a generikus szabályozás, amennyiben nem, úgy elindítjuk az előzetes szakmai értékelést a listára helyezés érdekében. Egy gondolat még a jogszabályi környezetnek a változásáról. A január 1, tehát az idei év január 1-én módosult a BTK. Az új pszichoaktív anyagok kapcsán elsősorban a jelentős mennyiségű, vagy a különösen jelentős mennyiségű szerek esetében változtak a büntetési tételek. Ezek
jogalkotó célja szerint elérik a kábítószerek esetében alkalmazott büntetési tételeket is. Az éves jelentésünkben ezeket a táblázatokat közreadjuk, ott jogászok, kriminológusok ezt bővebben bújhatják. Na, beszéljünk a halálozásról. Magyarországon 2019-ben 43 kábítószer fogyasztással közvetlenül összefüggő haláleset történt. Ugye ezek azok az esetek, ahol azt gondoljuk, hogy a kábítószer fogyasztásnak közvetlenül van szerepe a halálesetben, tehát mondjuk nem öngyilkosság, vagy bűncselekmény, vagy baleset történik, hanem ezeket hívja a köznyelv klasszikusan túladagolásos halálesetnek. A statisztika úgy működik, hogy megkülönböztetünk egyéb nem opiát típusú kábítószer okozta mérgezést, meg egyéb szer okozta mérgezést. Ugye például a pentedronnak a kábítószerré való minősítése előtt az egyéb szerhez tartozott, aztán később meg már egy nem opiát típusú kábítószer okozta mérgezés kategóriája alá esett, tehát itt némi módszertani figyelemmel lennünk kell, de azért azt látjuk, hogy ugye 2010 előtt a túladagolásos halálesetek leginkább az opiáthoz voltak köthetők, túltiszta vagy éppen szennyezett opiátokhoz, heroinhoz, és akkor a heroin kvázi eltűnésével, hogy fokozatosan átvették a terepet a dizájnerek. Volt egy-egy év, amikor megjelent ilyen különösen veszélyes anyag, ez az alfa-metil-triptamin, vagy 4-4-dimetil-aminorex, amely ilyen nagyobb számban, vagy csoportosan haláleseteket okozott, de az utóbbi, hát mondjuk 3 évben látunk egyfajta növekedést itt az egyéb szer okozta mérgezések kapcsán, és ezek mindegyikében jelen vannak a szintetikus kannabinoidok. Mit tudhatunk erről a bikáról? Hát a vegyész szakértők számára izgalmasak ezek a kémiai leírások. Hát laikusok nem annyira értjük ezeket, de hogy egy szintetikus kannabinoid receptoragonista szerről van szó. A bikát 13 EU tagállamban azonosították eddig, az EU 2020 decemberében rendelte el a kockázatértékelését. Először 2020 márciusában jelent meg Belgiumban, május végén azonosították hazánkban a vegyész szakértők, aztán szépen fokozatosan több EU tagállamban is megjelent, és jelenik meg mind a mai napig. Legutoljára Törökországban, amely hát még nem EU tagállam, de hogy része a korai jelzőrendszernek, illetve az európai kábítószerügyi monitorozásnak. Mit tudtunk akkor, vagy mi volt ez a bikás halálesetek tavaly, mondjuk a tavalyi év a harmadik negyedévében? Ugye 2020 június és augusztusa között, 2 hónap alatt 21 közvetlen haláleset történt, ebből egy volt nő, az átlag életkoruk 28 év volt. Akkor augusztus környékén azt láttuk, hogy egy fő volt hajléktalan, 2 fő börtönből jött, vagy börtönben halálozott el. Többségében hátrányos helyzetű személyekről van szó, érintettek szegregátumok, a rendőrség említette Lyukóvölgyet, egyéb szegregátumokat, de hogy nem volt nyilvánvaló kapcsolat az esetek között. Tehát nem az történt, hogy egy mondjuk településről időben relatíve körülhatárolhatóan egy csoport körében történtek volna ezek az esetek, hanem országszerte mindenfelé.
A toxikológiai analízis azt mutatta, hogy mindössze egy esetben volt jelen egyedül a 4F-MDMA bika. Ezekben az esetekben az elhunytak biológiai mintáiban jelen volt még az MDMA 4M pinaka, az 5F-MDMA bika, de etilhexedron vagy etilheptedron is. Különösen érdekes volt akkoriban ezekhez az új anyagokhoz kapcsolódó kimutatások témaköre. Én kicsit ponyola módon úgy fogalmaztam, hogy nagy házon belüli vegyészkedés kellett, de ezt majd az NSKK-s kollégák elmondják, hogy egyáltalán az anyagot azonosíthassák, hogy a szubstancia vizsgálatok megtörténhessenek. Itt az anyagok tisztaságát nem ismertük, és a biológiai minták, tehát az elhunytakból származó biológiai minták, vér, vizelet, szövettan esetében is kvalitatív azonosítás történt, tehát a koncentrációk nem ismertek, illetve hát ezekkel az új anyagokkal kapcsolatos orvostudományi ismeretek, metabolizmus, hát ezek meglehetősen korlátozottak. Azt láttuk, hogy az elhunytak körében mindenkinél jelen volt korábbi droghasználat, tehát a boncjegyzőkönyvek erre kitértek, illetve hogy krónikus betegséget nem jegyeztek le. A tünetek mellkasi fájdalom, aluszékonyság, agitált epizódokkal, pozitív neurológiai tünetek, hanghallás, görcsrohamok, eszméletvesztés, volt olyan haláleset, ami 48 órával később a feltételezett fogyasztás idejéhez következett be. Ugye május 27-én jelentette be az NSKK a BIK-át a korai jelzőrendszerbe, illetve mi is akkor tettük meg a bejelentést az európai rendszerbe. A rendőrség július közepén figyelt fel ezekre az esetekre, azt követően az anyag maradványokban visszamenőleg azonosításra került a bika, és akkor aztán onnantól kezdve folyamatosan figyelemmel voltak az anyagmaradványokra. Meg kell említeni, hogy július végére az igazságügyi toxikológiai laborok hozzájutottak az NSKK kiváló munkája eredményeként referenciaanyagokhoz, hogy legalább kvalitatív módon, tehát igen, nem fogyasztott bikát erre a kérdésre választ tudjanak adni. Július végén azt láttuk, hogy az első haláleset május 25-én történt. Itt ebben a hát 2-3 hónapos nagyon intenzív munka eredményeként augusztus 8-án tartott a rendőrség egy lakossági tájékoztatást, akkor küldtünk mi is levelet a addiktológiai és pszichiátriai ellátóhelyeknek, alacsony kiszöbű intézményeknek arról, hogy az utcán feltételezhetően valamiféle veszélyes anyag van. Augusztus végéig 21 esetben került a bika kimutatásra elhunytakból, és igen, ez egy mondat erejéig ki szerettem volna térni arra, hogy ez egy példaértékű együttműködés volt itt az érintett szervek, rendőrség, NSKK, igazságügyi vegyészszakértők, orvosszakértők, illetve hát a fókuszpont között. Azért, hogy a gyanús esetek minél előbb azonosításra kerüljenek, a helyszíni anyagmaradványok minél előbb bevizsgálásra kerüljenek, ennek érdekében itt megfeszített munkával referenciaanyagokat állítottak elő, mert hogy ehhez akkoriban nem lehetett vásárolni, szerintem most se lehet vásárolni ilyen labortechnikai anyagokat, és aztán ugye augusztusban megszülettek az első hírek országos sajtóban, MTI-től, RTL Klubtól kezdve a legtöbb
médium az hangos volt, a bikás halálesetektől nyilatkoztak. Szakértők is, Zaher doktor is, ismerjük ezeket szakemberként. Amiről talán kevesebb rálátásunk volt a sajton keresztül, az az, hogy abban a 3 hónapban a lefoglalások száma hát majdnem elérte a 150-et országszerte, de nem volt területi mintázódás, az esetek 2/3-ában egyedül fordult elő a bika, 1/3-ában pedig más szerekkel együtt, de hogy például a hatósági előállítások, vagy a rendőri előállítások során, ugye mintát vettek előállított személyekből, ebben a május 29-augusztus 3-ig tartó időszakban 469 mintavétel született, itt 15%-ában az esetekben jelen volt a bika, ami azért egy elég magas penetrációt mutat, és változatos szerkombinációkat találtak a szakértők, de hogy minden különösebb orvosi esemény nélkül. Tehát, hogy emberek fogyasztottak bikát, és nem lettek tőle rosszul, és nem volt, vagy nem lett akutan akkor ott orvosi problémájuk ebből. Nyilván megkérdeztük a legfontosabb klinikai toxikológiai ellátóhelyet, ez nekünk nem kell mondani, hogy a Péterfi utcai toxikológiáról van szó. Ők nem láttak emelkedést az ellátási események számában, vagy nem tapasztaltak különösebben különös eseményeket a klinikai ellátás során. Ugye ott részletes toxikológiai analízist ők nem végeznek. Volt néhány szembeötlően zavaros eset, ide hoztam az NSKK egyik képét, ahol itt a zöld növényi törmelék mellett ilyen göbökben ott van az eredeti por is, és ezt megtekerték és elszívták, tehát hogy és haláleset mellett volt, de hogy ezeket az egy-egy ilyen elszórt eseteket teken kívül ugye nem láttunk ilyen rendkívüli eseményt. Megkockáztatom, és nem nincs rá bizonyítékom, de hogy feltehető, hogy talán túl magas koncentrációban készült ez a vagy vitték fel erre a növényi hordozóra az első adagokat. Ha egy kicsit lebontom a halálozási statisztikákat, ugye ezt a 43 esetet, ami 2019-ben történt, ott 10 esetben volt jelen valamiféle opiát, heroin, illetve metadon, vagy buprenorfin. A maradék 33 esetben pedig nem opiát típusú újszóaktív anyag vagy kábítószer volt jelen. A 43 összes halálesetet tekintve 26 esetben jelen volt új pszichoaktív anyag, tehát az esetek majdnem 2/3-ában. A 43 esetből pedig 18 esetben, majdnem a felében volt jelen szintetikus kannabinoid receptor agonista, tehát magyarán herbál vagy bio. Ez leginkább az 5-FMDMB pika volt. Ha megnézem a 19-es adatokat, 18 esetet volt köthető, vagy 18 esetben volt jelen az 5-FMDMB pika, amiben, ha egy kicsit alábontom, 8 esetben csak ez a pika volt, 6 esetben pika, meg még valami, ami hogy általában nem szokott halálesetet okozni, tehát mondjuk egy alacsony véralkoholszint, vagy marihuána, vagy valamiféle más, tehát nyilván itt az esetek részletes körülményeit nem ismerjük, de hogy ezek ritkán okoznak ilyen kombinációban halálesetet, és volt négy további, ahol az 5-FMDMB pikánál, vagy pika mellett valamiféle hát jelentősebb droghasználat
történt. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy 2019-ben már a Pika esetében is egyfajta fokozott kockázatot lehetett látni, utólag 2020 nyarán az adatokban. 2020-ban a teljes naptári év, tehát 20 január 1-től 20 december 31-ig a laboratóriumok 41 esetben azonosították, vagy igazolták a 4F-MDMB Pika jelenlétét biológiai mintákban, de ebben benne vannak a közvetett halálesetek is, például közlekedési balesetek, vagy öngyilkosság is. Hát pontos számot nehéz mondani, mert az esetek nem minden esetben derülnek ki ezek olyan nagyon pontosan, de a 30 esetre tehető a közvetlen halálesetek száma. Ugyanakkor valószínűleg nincs tisztán 4F-MDMB Pika eset, leggyakrabban az 5F-MDMB Pika van mellette, de van szokott lenni, vagy előforduló etilheptadron, etilhexadron, de hát a 9THC is nagy valószínűséggel, vagy nagy gyakorisággal, illetve az MDMB4-en Pika, ami a Pika után egy jelentősebb piaci részesedést ért el. Ezek az anyagok, ezek tükrözik a piacról feltételezett szereket, illetve hát gyakran kombinálódnak benzodiazepinekkel, antipszichotikumokkal, illetve alkohollal is. Most ide kis táblázatba odaraktam egy feltételezett esetet, tehát hogy mit látnak a szakértők, ugye vérbe látnak etilheptadront, 5F-MDMB Pikát, Bikát, vizeletben a Pikát, meg megjelent még MDMA is, meg a Pika. Szóval egy ember, meg orvos szakértő legyen a talpán, aki ebben a kimondja azt, hogy itt mely szerhez volt köthető a haláleset. Az összstatisztikát nézve 2020-ban olyan váratlan 40-50 fő között lesz a közvetlen halálesetek száma. Ugye itt a pontos számokat még nem ismerhettem, hiszen azt tudni kell adatgyűjtőknek, hogy a halálozás a leglassabb statisztika, tehát hogy ott eleve a boncolás egy határidővel történik, aztán a biológiai minták azonosítása, vagy elemzése is egy másikkal, aztán az visszajut az orvos szakértőhöz, aki aztán kiállítja a halotti bizonyítványt, tehát véleményez, tehát itt három határidő is egymásra rakódik, de hogy azt feltételezem, vagy ilyen olyan érzéseim vannak, hogy talán nincs kiugrás a 2020-as számokban, ugyanakkor ez a lassú emelkedés ez folytatódni fog. Mindezzel együtt egyébként az EU-ban még mindig a legalacsonyabb a 1 millió főre jutó halálesetek száma Magyarországon. Aztán akkor hogy is lett vége, vagy mi történt a halálozás meg a túladagolások szempontjából? Hát azt gondoljuk, hogy itt eltűnt a Pika a piacról. Igazából nem talán az túlzás, vagy ilyet kábítószer témában sosem mondhatunk ki, hogy eltűnt a piacról, de legalábbis jelentősen vagy említés szintjére szorult vissza. Okay. Záró gondolatok, hogy azt említettem, hogy talán igaz úgy általánosságban, hogy egy-egyszer jelentősebb részesedést ér el a piacon, majd átadja a helyét egy másik vegyületnek, ez talán évi egy-két ilyen vegyületet feltételez. Nincsen szakirodalom arra vonatkozóan, hogy a 4F-MDMB Pika hatásmechanizmus az jelentősebben eltérne a többitől, az 5F-MDMB a Pinakától, vagy az 5F-MDMB Pikától, vagy ettől az MDMB4-en Pinakától, tehát hogy azoktól egyébként nagyon hasonló vegyületektől, ami a előtte vagy a Pika után megjelent a piacon. Egy-két hete jelent meg a Szegedi Tudományegyetem orvos szakértőinek kiváló írása ebben a témában.
A bika esetében 33 metabolitot azonosítottak, amely közül 20, az pontosan megegyezett az 5FMDMB pikával. Tehát, hogy ami kérdésként fogalmazható meg, hogy miért pont a bika, vagy szóval, hogy most ezt ragadtuk ki, meg abban a helyzetben erre irányult figyelem, hogy a bika okozta halálesetek vagy túladagolások, de hogy emellett meg az élők, tehát a rendőri előállítottaknak az adatai, vagy a sürgősségi ellátásnak az adatai, vagy az a tény, hogy mondjuk 13 másik európai államban megjelent a bika, de nem okozott haláleseteket, szóval hogy biztos-e az, hogy konkrétan ez a vegyületet kell megnevezni, mint a probléma eredendő oka, hogy a ciánhoz hasonlítjuk ezt a bikát. Miért nem mondjuk akkor a pikát, hiszen az is kimutatható, vagy mondjuk ezeknek a szereknek valamiféle kölcsönhatása, vagy a polidrog használat ténye vezet a mérgezésekhez, akár nem halálos, akár halálos kimenetelű legyen. Vagy mondjuk a koncentráció, amit pedig hát amivel kapcsolatban meg a méréseknek vannak nehézségei. De mindezen kérdésfelvetések mellett azért azt aláhúzhatjuk, hogy a szintetikus kannabinoidok jelenléte az utóbbi, hát mondjuk 3-4 évben markánsan megjelent a halálozásban, akár halálokként, vagy akár a halálozáshoz hozzájáruló tényezőként. Éppen ezért hát fokozott szükség van az intézményi együttműködésekre, a korai jelzőrendszer munkájára, és a nem csak a kémiai adatoknak, ismereteknek az információ cseréjére, hanem minden egyes szereplőnek a hozzájárulására, arra, hogy a terepen dolgozó szakemberek is értesítsenek bennünket, hogy ha úgymond helyzet van, ha mérgezéseket vagy fokozott kockázatokat látnak, illetve hát át kell gondolni, hogy erről riasztást hogyan lehet a legjobb módon kiadni, hogy az elérje a szerhasználókat is, meg hát a szélesebb körben a lakosságot is. Ezzel zárom a hozzászólásomat. Nyilván kötelességem a végén egy kis reklámot adni a drogfókusz.hu-nak, ahol elérhetők az éves jelentések, illetve két egyéb projektünknek, a bevágygyakorlat.hu-nak, amely egy ilyen gyakorlatias szemmel próbálja összeszedni a bizonyítékokat a különböző beavatkozásokhoz, prevenció, kezelés, ártalomcsökkentés, társadalmi reintegráció területén, tehát ilyen szakpolitikai áttekintéseket, meg beavatkozásokat, irányelveket gyűjtünk itt össze, illetve az ellátáskereső.hu-ra, ahol pedig hát ugyancsak mindenkinek, lakosságnak, szakmai szervezeteknek próbálom közreadni a terepen dolgozó szolgáltatóknak az elérhetőségét mindenféle felhasználó barát formában, térképekkel, stb. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük, Gergő, nagyon sok információt mondtál.